Be kell vallanom valamit, egy kicsit földhöz ragadt vagyok. Valamiért nagyon szeretem az, hogy a akcionált emberi. Nincs eltúlozva. Mondok egy példát, nekem az egyik kedvenc szuperhősöm Batman, mivel kisgyermekként megvalósíthatónak láttam, hiszen semmilyen képessége nincsen, csak a harci tudására és a különböző eszközére tud hagyatkozni. Egy akciójelenet közben nem dobálják át egymást épületeken, mint mondjuk a Supermannél, hanem tényleg csak emberek küzdenek emberekkel. Gyermekként reményt adott nekem, hogy én is lehetek Batman. Nem kell más csinálnom, csak megtanulni verekedni, és aztán csinálni egy Batman páncet, és meg is vagyok. Annyira beléltem magam, hogy el is kezdtem tervezgetni. Akkor tanultam meg rajzolni, nagyjából sose tudtam igazán, de ott elkezdtem. És rendesen tervezgettem a saját páncélomat. Sajnos ezek a rajzok már nincsenek meg, de nagyon hasonlított egy páncélra. Félelmetesen hasonlított egy páncélra. Röviden megválaszolva, Mandalorian egy olyan sorozat, amit jó nézni. Most meg hosszan megválaszolom, hogy miért jó nézni. A történet vezetése nagyon főszereplő központú és kvázi egy szálon fut. De az a szál nagyon erős. A Mandalorian borzasztóan labirincselet történettel operál. Úgyhogy nagyon sokáig Mando úgy tűnik, hogy csak sodródik az árral. Szeretném leszögezni, hogy a Mandalorian lassú. Legtöbb résznek hosszú expozíciója van. Van, aki emiatt unalmasnak gondoljon, hát azok menjenek elnézni Transformers-t. A Mandalorian stílusa igazodik a főszereplőihez. Egy fejvadász, aki kivár, becserkészi az áldozatát, mindent eltervel, és a legváratlanabb, legjobb időben lecsap a zsákmányára. Beszéljünk egy kicsit a zenéjéről. Ez a zene egyszerűen tökéletesen igazodik a sorozathoz. És ez a furcsa furulyás megoldás, amit a main theme songban is lehet hallani, roppant mód idézi a western filmek hangulatát, ami meg illik a Mandalorianhez. Továbbá van egy zongorás rész benne, amit most hallhattok. Ha majd ezt halljátok, akkor tudni fogjátok, hogy Menzo csinálni fog valami olyat, amitől leesik az állatok. Tudom, hogy ez az emberek kicsi részét érdekli, akik engem néznek, annak is max a felét, szóval kb. 5 embert, de higgyitek el, nagyon fontos, ami a fényelés, a fényképezés és a világításnak a hatalmas létjogosultságát a filmvilágban. A Mandalorian pedig kimagaslóan teljesít mind a háromban. Ezekben a régi filmek sem voltak már rosszak. Én vagyok az ember, aki nézi a filmet és azt látja, hogy milyen kifogástalanul törik meg a fény a sisakon. Milyen szépen van fotózva egy adott jelenet. Vagy csupán színek kihasználásával hogyan tudnak hideget varázsolni a szakemberek a képernyőre. És ilyenkor válik a videófilmé, amikor több mint egy eszközzel felvett színészek játéka. Ha a képi világról van szó, meg kell említeni azt, hogy megint a messzi-messzi galaxisban vagyunk. Ott, ahol nem csak emberek vannak, hanem különböző lények, kultúrák, szörnyek, legendák. A Mandalorian története egy elmesélt a több ezerből. Ott voltam, néztem a sorozatot és láttam a lélegző világot. Láttam, ahol megosztják a Tatooine kocsmáiban egymást közt az idegenek a történetikéket. És ebben a hatalmas világban, ahol mindenkinek megvan a saját története, van Mando, aki csak járja a saját útját és próbál szíve szerint helyesen cselekedni. Ott vagyok én is, a kisgyerek, aki beregő lézerkat hanggal és áhítattal nézi azt a világot, amit egyszer George Lucas megalkotott. Azt, ahol nem kell az összes Jedi erejét berakni egyetlen lányban és nem kell csillagrombolókat megidézni. Ahol elég csak vigyázni egy kisgyerekre és megtanulni, hogy fejvadász is lehet érző ember ebben a messzi-messzi galaxisban. Tudnék még beszélni arról, hogy az új filmek ezt az irányt kövessék, ugye This is the way, vagy megemlíthetném az egyetlen karaktert, aki nem tetszett, de szerintem I have spoken.